Ez egy TS major volt, romokban már a 90-es években, mikor mi először idejöttünk. Ez a pajta, ami most Pajta Színház, aminek a hátulját látjátok, az volt a bika istáló. Úgy is nézett ki, bikák nélkül, évtizedek óta romlott, fönt az út mentén meg a malom épület. Ez egy, hát egy 150 éves épület minimum, mert fotók vannak 1870-ből. Korábban nem tudom, hogy állt-e, vagy mi volt, de akkor már működött. Hát ez egy gőzmalom volt, és hát a háború után megszüntették, tehát utána lett TS major, a TS-nek különböző üzemágai, üvegesek, bádogosok, ilyesmik fordultak elő, amíg volt TS, aztán az se lett, és utána csak a romlás következett, és akkor 93-ban csináltuk mi az Őri Alapítványt, akkor tájt jelentem meg én is, meg néhányan még barátaim itt az őrségben, és akkor még egy-két évig úgy szemeztem vele, hogy van itt egy nagy romos épület, mi lehet ez, míg nem, 95-ben vettük meg a TS-től. És akkor a Bartók Kékszakálúnak a prózai előadása, tehát a Balázs Béla szöveg előadása volt az első Pajta Színházi produkció, amikor még nem voltak ajtók, csak romos téglafal, kint zuhogott az eső, be is folyt egy kicsit, és mindenki el volt ragadtatva, hogy valami itt született. Így kezdődött ez a Pajta Színházi élet. Egyszerűen meg lehet csodálni ezeket a régi népi építészeti emlékeket, magukat, mint építészeti emlékeket. Azon kívül praktikus jelentősége is van, mondjuk az ilyen továbbhasznosítás szempontjából. Elég tágasak, elég magasak, tehát tulajdonképpen a templomokon kívül a pajták és a malmok azok az építmények, amik az eredeti funkciójuk, mondjuk a templomról nem beszélek most ebben az értelemben, de ezek a gazdasági építmények, ha az eredeti funkciójukat már nem gyakorolják, akkor abszolút alkalmasak bármilyen kulturális tevékenység befogadására, éppen azért a tágasság miatt, amiatt, hogy lehetőséget ad bármire tulajdonképpen. Ebben a pajtában hát rengeteg színházi előadás volt, különböző felállásban. Tehát változatosan ki lehet használni azt a belső téradottságot, ami nem nagyobb, mondjuk egy 100 fős befogadó képességnél nem nagyobb, de van egy olyan intim légköre, hogy nem is lenne jó, hogyha ha több ember lenne együtt, pont annyi ember van együtt, akik úgy azért együtt lélegeznek, tehát vannak bizonyos előadások és bizonyos közönségek, amik itt nagyon megtalálják magukat és egymást. Nagyon jó hangulatú együttlétek, avval együtt, hogy nem adottak azok a konvencionális színházi körülmények, de ezt kizökken a néző is ebből a komfortzónából, és átveszi ezt a különleges, furcsa légkört, amit egy régi, de sokat próbált épület és egy most születő produkciónak a együttműködése ad. Szerintem ez nagyon jó lenne, hogyha ennek van egy kerete, és ezt úgy lehet erről tudni, országosan lehet tudni, hogy igen, vannak ilyen helyszínek, és ezeket akár sorba is lehet látogatni, ha koordinálva működnek, és úgy van a program megszervezve, hogy akár egy szezonon keresztül valahol mindig van valamilyen fajta produkció. Ezen a vidéken nagyon kevés dolog látszik a világból, már ami így a kultúrát illeti, pláne élőbe, nem jut el ide, és én azt gondoltam, hogy az itteni emberek ezt hiányolják, vagy ha megismerik, akkor hiányolni fogják. Hát ez egy hosszú út, úgyhogy most már kezdik ismerni,
az, hogy még mennyi a hiány érzet, azt még nem jelenthetem büszkén, hogy megőrülnek érte, hogyha nem lesz, de kezd beépülni a helyi élet és a helyi közgondolkodás berkeibe ez a dolog, hogy itt van ilyen. Kicsit az is a helyi elismertségét megadja ezeknek a dolgoknak, hogy látják, hogy jönnek máshonnan. Ha eljönnek ide messziről emberek, hogy ezt lássák, hát akkor biztos jó, és ezen az alapon magukénak is érzik jobban, mint hogyha egy ilyen messziről jött produkció lenne. Régebben két jelentős fesztivál zajlott itt. A virágzás napjait csináltuk mindig pünköstkor, ez egy szezonnyitó, május vagy június eleje. Ez egy kifejezetten művészeti fesztivál volt, tehát csak művészeti produkciók, jó művészeti produkciók, kevés helyi íz volt benne. A Hétrétország azért született utána, hogy e felé nyissunk. A Hétrétország ugye a nyitott portáiról is híres, tehát hogy most is 23 faluban van 48 helyszín, ami így látogatható itt az őrségben és környékén. Ez alatt a Hétrétország egy hete alatt. Tehát, hogy bekerüljön valahogy az itteni élet ebbe a kínálatba. És nem úgy, hogy kiglancoljuk, és valami produkciót csinálunk belőle, vagy árucikket. Van árucik, van tökmagolaj, van nem tudom, ez meg sajtok, mindenféle van itt, de nem ez a lényeg, hogy ezt meg lehessen venni, mert ezt amúgy is meg lehetne venni, hanem az ember, aki csinálja, hogyan csinálja, egyáltalán milyen az itteni létnek a hangulata, ez oda-vissza működik, mert aki meg a városból jön, az azt a világot hozza magával, tehát tulajdonképpen ezek a nyitott porták találkozó helyek arra, hogy két egymástól egy alig-alig érintkező réteg itt valahogy találkozik, és egy kommunikáció zajlik. Tehát én a mondjuk értelmesebb eredménynek azt tartom ebben az egész Hétrétországban, hogy ezt a fajta kommunikációt el tudtuk indítani, és hogy ez nem hülyeség, az abból látszik, hogy azért megmaradt 20 éven keresztül, és szeretik, és mind a két oldal szereti, mert azért kérdés volt, hogy hát mit szólnak az itteni emberek, hogyha itt bejönnek idegenek, és akkor hülyén viselkednek, vagy valami ilyesmi. De igény van rá, tehát nem arra, hogy hülyén viselkedjenek, hanem arra, hogy megismerjék egymást, különböző körökből származó, különböző rétegeket képviselő emberek. Tehát, hogy ebbe van egy társadalmi haszna ennek. Tehát, hogyha szakszerűen akarjuk megfogalmazni, én meg örülök ennek, hogy ezt szeretik, és megtalálják egymást az emberek. Szóval ez egy jó kezdeményezés volt.